Sziasztok, Zsarkos Eson vagyok, nézitek az NSO TV-t. Sok adatlabdánk volt, amire készültünk, sajnos nem tudtuk őket erre kerülni. Hát a vereségünk nagy részét azt a saját játékunkba kereshetjük, nem azért, mert a Kill olyan extrát ment, természetesen gratulálok a Kill csapatnak a döntőbe jutáshoz. Sok taktikai bánk volt. Nem sikerült annyira túllépni önmagunkon, hogy ellépjük a Killtől. Az első félidőben már 13 kapottból 8-at ezekből kaptunk, úgyhogy az első félidő is rengeteg volt, a második félidőben is bekaptunk egy jó párat, úgyhogy egy ilyen jó csapat ellen, mint a Kill, azért nehéz mérkőzést megfordítani. Mindig volt egy picike olyan hátráltató tényező, akár a saját hibánkból, akár másból, ami miatt nem tudtunk tovább menni. Nyilván először a hibáinkat kell megnézni. Hát ilyenkor tényleg nagyon nehéz bármit is mondani, de nem tudom. Szóval tényleg végig partiba voltunk velük. Akartunk győzni, de sajnos így sikerült. Palicka azonnal, hogy jó napot fogott ki előttük, mármint úgy, hogy kivéte valóban a lövésénket, egy-két passzal többet hosszabban kellett, hosszabb lefolyású támadásokat kellett volna végezni, mint talán sikeresebbek lehetünk volna, de ezt majd azért analizálnunk kell most a meccs után. We lose easy balls, you know, in the first half, because 8 fast breaks and it's too much, no, for them, because only they made I think 4 goals in the first half, but in the first break it's too much. We lose easy balls and we are it with this. Igyekeztük magunkból lelket tartani, amit említettél is, hogy akarásban nem volt probléma, valóban mi is így éreztük. Akarásban már nem lehet ilyen szinten mérkőzéset nyerni, úgyhogy fegyelmezettebben, pontosabban, precízebben kell játszani. Szíved szerint lejátszanád újra ezt a meccset, most azonnal? Biztos, hogy ne adnénk magamnak, hogy magunknak egy újabb lehetőséget, természetesen igen.